Minden évnek megvan a maga trendje és stílusa, divatja, és ez nem csak a ruhákra és az öltözködésre jellemző, hanem a hajkoronánkra is. Most az idei év trendjéről, a gigahajakról beszélgetünk Pintér Imolával. Szia, köszönjük szépen, hogy eljöttél, ugyanis egészen Olaszországból érkeztél ide hozzánk. Kérlek, egy kicsit fogalmazd meg nekünk, hogy tulajdonképpen mik is ezek a gigahajak? Szia, én köszönöm szépen a meghívást. Hát a gigahajak, amikre itt most gondolunk, igazából a 80-as évek trendjei, az óriás laza hullámok, a butterfly cut, wolf cut, és ezek mit jelentek a fufluban? A butterfly cutot úgy kell elképzelni, mint egy nagyon fokozatosan levágott, mint ami nekem is van, a hozzá hasonló fufruval egybekötött hosszú hajvágás, mint például egy mulet vagy egy wolf cut, sokkal extrémebb külsőt kölcsönöz, és sokkal inkább, hát mondjuk tépettebbnek, vadabbnak, de egyébként most már betér hozzánk is a saját hullámunk és saját hajunk göndörségének a szeretete, nevezzük így, aminek én nagyon örülök, hiszen azért Magyarországon is nagyon sok mindenkinek hullámos és göndörhaja van, úgyhogy így körvonalazva. Említetted, hogy a 80-as évekre volt ez leginkább jellemző. Mennyire jellemző az a hajviselet kultúrájára, hogy ismétlődik? Mint ahogy a divat is ismétlődik, visszatérnek egy-egy fazonok. A hajviselet is gondolom újra és újra előtér ugyanaz a fazon. Kicsit vadabbul, kicsit azért változnak ezek a trendek? Igen, mindenféleképpen valahogy visszatérnek újra gondolva, vagy egy másfajta stílussal keverve, ahogy említetted, mint például, hogyha bemegyünk a boltokba, most ugyanaz a trapéz nadrág divatos, amit kiskoromban is hordtam, ugyanígy a frizurákkal, a kiegészítőkkel, ez mindig visszatér. Egyébként, hogyha valaki nem tudná a gigahajat így beazonosítani, akkor nekem most így bevillant az idei Grammy-díját adó Miley Cyrus és az ő hajviselete, hogy egy tényleg egy nagy, nagy volumenű, hullámos és egy óriási és nagyon megjegyezhető színpadi megjelenés volt az ő fellépése, de mennyire merjük ezt mondjuk utcán, vagy mennyire lehet ezt utcán hordani? Tehát oké, hogy az ilyen, nem tudom, fellépéseken azt látjuk a popstároknál, hogy szép, nagy, látványos hajuk van, de mennyire az utca divatja, a hétköznapi ember divatja a gigahaj? Hát én mindenképpen arra biztatnék mindenkit, hogy merjük hordani azt, ami tetszik nekünk, és azt, ami jól áll nekünk, hiszen nem múlik rajta semmi. Tehát, hogy az, hogy most nekünk hullámos hajunk van, nem kell lelapítani, nem kell kisebbet csinálni belőle, mindenképpen diffúzőrrel és hozzá hasonló hajkrémekkel be lehet lőni, és simán, szerintem, főleg itt a városban. Na és hogyha nem hullámos a hajunk, akkor hogyan tudjuk ezt a nagy volument elérni? Hát most már nagyon divatos az a módszer, amikor a köntösnek a kötőjével applikálják fel a lányok a hajukra, és akkor így becsavarják, és azzal igazán nagy volumenű hullámokat tudunk elérni, vagy egyébként vannak ugye különböző nagyméretű hajsütővasak is, vagy egyébként még a kreppelés is újra bejön a divatba, de már nem azok a kreppelők, amik olyan pici hullámokat készítenek, hanem azok, amik ugye ilyen nagy beach waves tudunk velük elérni. Említetted ezt a köntös kötőre tekert, igen, hajat, ami tulajdonképpen a közösségi médiában terjedt el, mint egy otthoni technika, amit alkalmazhatunk. Milyen hatással van a közösségi média a hétköznapi hajviseletünkre? Mert most már nagyon sokféle csatornán elérhető, hogy kell otthon, vagy hogy lehet otthon megcsinálni a saját frizuránkat. Hát mindenképpen befolyásol szerintem mindenkit, mert nem egyszer érkeztek hozzám is úgy a vendégeim, hogy ezt láttam ott, ilyet szeretnék, vagy jöttek esetleg egy videóval, hogy na, várjuk meg a videó végét, mert hogy milyen jó lesz, és pont olyat szeretnék, úgyhogy nagyon-nagyon befolyásoló, mert igazából most már minden előttünk van kitárva, és az összes szépségideált is ott tudjuk megismerni. De ezek elsülhetnek rosszul is, nem egy olyan hajvágást lehet látni, amikor otthon valaki megpróbálja, és hát nem éppen a kívánt eredményt éri el. Hát igen, egy pár ilyen esetben én is belefutottam és javítottam már a szalomban. Nem annyira jó ötlet, én azt mondom. Bár a gimnáziumban még én is saját magamnak vágtam a hajam. És most?
Most... Fodrászként saját magadnak készíted el a hajad, vagy másra bízod? Most már precízebb vagyok, főleg ezzel a rövidebb hajhosszal magamnak, de a legjobb barátnőm szintén fodrász és sminkes, úgyhogy inkább rá szoktam bízni ezt, és ez így a közös minőségi együtt töltött időnk része, egymás hajának elkészítése. Még gyorsan azt áruld el nekem, hogy mennyire károsak ezek az otthoni technikák, vagy esetleg ezek a hajfodrászati technikák, amivel a nagy volument el tudjuk érni, tehát a tupírozás, a sütések, ezek most már biztonságosan használható dolgok. Hát mondjuk azt, de azért, mert használunk hozzá mindig sok hővédőt, és olyan termékeket, amik mindenképpen megvédik a hajunkat mindentől is, és nagyon fontos megemlíteni például a tupírnál azt, hogy a kifésülésénél nagyon fontos, hogy hozzá megfelelő hajkefét használjunk, és ne nagyon barbárul essünk neki otthon, hanem valamilyen kímélő bontókefével. Tehát nagyon fontos a részlet, és hogy mit használunk, milyen krémeket. Legyünk elővigyázatosak ebben is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.